Kérdezem, hogy ki az, akinek nincs okos eszköze, telefonja vagy tabletje? Komolyan, kezed fel, ha lehet, lássam. Jó? Látok kettőt. Nagyon jó. Akkor három. Na ezért van jelenleg az oktatási rendszer krízisben. Nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Mindemellett meg is kérném, hogy némítsák le, kapcsolják ki a lehet, akinél ez még nem történt meg. Viszont a krízis. Van egy számomra nagyon kedves és tanulságos idézet, amit én még egyetemista koromban hallottam, már akkor nagyon egyetértettem vele, azóta ez a helyzet csak fokozódott. A könyvek azért vannak, hogy megtartsák a tudást, mi alatt mi a fejünket, valami jobbra használjuk. Tudja valaki, hogy ez kitől származik? Nem kisebb nagyságtól, mint Szent Györgyi Alberttől. Több mint 50 éve mondta, amikor még szó nem volt arról, hogy bárkinek itt ebben a teremben, három tiszteletre méltót kivéve, egy komplett könyvtár lehet a zsebében, amit bármikor elő tud venni, el tudja olvasni, meg tudja nézni, és akkor tanulja meg az adatokat, amikor ő akarja. Mi még a másik probléma vagy kihívás? Van egy barátom, Busó, nem minden évben, csak néhány napban egy évben, de akkor így öltözködik, és van neki egy tanyája, oda meghívta a barátait, pontosabban a fiának a barátait, hogy ott táborozzanak. És nagyon szomorú újságolta nekem, hogy a második napon már a gyerekeknek a fele, az nem jött ki a sátorból, hanem a kütyüjeikkel játszottak. És hogy ez micsoda dolog, mert hogy annak idején, amikor ő fiatal volt, akkor a természet volt a minden, persze, mert nem voltak kütyük. Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, és mint természetszerető, természetvédő, lelkes biológus, azt kell mondjam, hogy ezek az okos eszközök, ezek nagyobb élményt, intenzívebb élményt nyújtanak, mint a természet maga. Ehhez képest, és most figyeljenek rám, mert ez az én számból különösen furcsa, ehhez képest a természet unalmas. Ha nincs valaki, aki minket oda bevezet. Mert annál értekesebb dolog nincs, viszont hogyha leszedáljuk a gyerekeket, akkor elvesztik az emberi faj egyik legfontosabb tulajdonságát, a kreativitást, pontosabban ki sem fejlődik, ami miatt itt vagyunk, és még ki tudja, mennyi ideig próbálunk itt lenni ezen a bolygón. Ez egy gyönyörű agymosás. Viszont, ha bevezetjük őket a természetbe, és nem kell sok, a gyerekek azok született felfedezők. Csak kicsit magyarázni kell, meg finomítani, tehát a béka az nem eszik pitypangot. Oké? Tehát az biológus diplomával sem eszik. De ez utána már működik. És annyira működik, hogy mi elkezdtük ezt a programot most már óvodákban is, és csinálunk állatbemutatót. De nem különleges állatokról, hanem például gilisztáról, csigáról, és meg vannak őrülve érte, nem csak a gyerekek, hanem a szülők is, mert, és ezt nem én mondom, hanem több anyuka is, hogy amióta elkezdtük vinni az állatokat az oviba, azóta a gyerek az szeret oviba járni, előtte meg utált. Tehát, hogy működik ez, és ráadásul ugye a szemléltető eszközök előadás technikai szempontból is rendkívül fontosak, és ehhez meg elhoztam a sikeres előadást, titkos kincses ládáját is. Mert hogy egyszer találtam egy jó nagy hernyót. Ez egy szendernek a hernyója. Bevittem az oviba. De ha belegondolunk, hogy ennek ugyanolyan perisztaltikus mozgása van, mint a beleinknek, ugye nagyon nehéz leírni például a perisztaltikus mozgás szavakkal. De ha csak egyszer látunk egy hernyót mozogni, megértettük az egészet. Úgyhogy egyébként szerintem most megijed, de kapott egy kis kaját is. De majd, ha valaki látja a perisztaltikus mozgást, akkor legyen szíves szóljon. És annyira jó egy kert, hogy mindenféle érdekes dolog lehet, úgyhogy van még más üveg is, úgyhogy aki szeretné majd megnézni, az
nézhet. Sáska. Mit szedtem még össze? Ja, meg rózsabogarat is. Ezek csodálatos szemléltető anyagok, és érdekes módon, hogyha megvan a személyes élmény, a kontaktus, csak egyszer látjuk, ez úgy rögzül. Lányok, mármint az enyémek, és mégis meg vannak bolondulva tücsökér bogárért. Na de, haladjunk tovább. Jaj, szeretném közelről is megmutatni. Jó. De, ha valaki nem jut ide, hát még mindig be van tolva, nem baj. Na most. A másik, amit itt szerettem volna elmondani, az, hogy van egy oktatási anyagunk, és hogy az anyag nagyon száraz. Hogyan tudjuk azt előadni? Van egy kollégám, akit nem szeretnék nevesíteni, ő azt mondta, könnyű neked, Józsi, mert te olyan érdekes dolgokról beszélsz, de én hogy tegyek érdekessé egy tárgyat, ami eleve unalmas? Aha, mondom, nagyon jó, tehát halálra ítélted a tárgyadat már te magad, és utálni fognak. Szuper! És a vicc, hogy itt hátul találtam, pedig direkt hoztam már magamnak, az oktatás szimbóluma, korabeli lézerpointer, ugye? Ha nem működik, akkor disappointer. De ez működik, és az a jó, hogy multifunkcionális, tehát ezzel lehet ütni, ugye? És ugye van kétféle oktatási mód, az egyik a kevésbé melós, a másik meg a fenyegetős. Tehát, ha te nem, akkor enyém a hatalom, én ütök. Elég gyáva módszer, rövid ideig tud működni. Én erre, ezzel kapcsolatban megkaptam a tréninget már ilyen korán óvodába, mert volt egy ekkora favonalzója az egyik óvonőmnek, és amikor ebéd után alvás idő volt, akkor amelyik takaró mozgott, arra, hogy püf, ráütött. Úgyhogy nem mozogtunk. Egyébként elérte. Tehát így... És utána, amikor az ízicsikolában megláttam a bambuszt, akkor már rögtön tudtam, hogy ez mire való. Bambuszt azt lehet azért másféle módon is használni, és ez a kurzus arról szól, hogy ezeket a készségeiket fejlesszük. Melósabb, de sokkal élvezetesebb. Na most viszont tényleg kérek egy önként jelentkezőt. Nem fog fájni. Sőt, még jutalom is van hozzá. Nem a Roland, te kijelölt önként jelentkező leszel még egy kicsit később. Kérem szépen, jöjjön elő. Köszönöm. Szappan buborék fújásnál kezd. Mindjárt jövök. Ha már van bambuszunk, mi mindenre jó ez? Egyrészt, hogyha az óvodában megkapja az apuka, hogy csinálni kell hajót, akkor ugye az árbócnak kiváló a bambusz. Aztán... De most nem kell. De most ő se kell. Hanem... Ugye, hogy működik? Jó, pedig ő csak azért lett elhozva, hogy ő most nem kell. De úgy látom kell. Cuki, magyar óriás fajta. Ő nem tud szappanbuborékot fújni egyébként. És be is van oltva. Majd ide lehet jönni hozzá. Na, mi mindenről jó még a bambusz, oda szeretnék visszatérni, várjunk egy pillanatra. Tehát, hogyha van egy jó nagy szártagunk, gondolj bele, tehát a másik alternatíva, hogy lehet vele ütni, az alapkérdés, oké? Jó, tehát ezt így nem szeretném mindig ismételni, de például ezzel nagyon jól lehet imitálni a tehenet. Jó, és ebből próbáljunk egy kicsit tovább vonatkoztatni, mint hogy a tanár úr milyen jól adja a marhát. Lehet vele pecázni. Segítsük kibortani, jó. De egyébként, ha biztosra akarunk menni, akkor csinálunk rá halat. Tehát gyerekeknél egyébként nagyon jó, nem gondoltam volna.
De azért mindenki, aki pecázni kezdett, az ezzel kezdte. Egy bambussza. Illetve, ha fiúk voltunk, akkor... Van, aki még azért már odébb vagyok, akkor biztos, hogy csináltunk belőle íjat. De! Ugye, hogyha már a szappanbúrék fújásnál tartunk, arra is jó a bambusz. Na, én addig kérek szépen segítséget, valahol álljon meg. Zöld vagy rózsaszín? Mindkettő. Tudtam, hogy nálam fog maradni a rózsaszín, én vagyok a lányos apa. Nem baj. Szóval fogunk egy darab bambuszt. Ugye persze, hogyha jó a hallásunk, akkor lehet belőle akár egy pánsípot is tolni. Én nem vagyok az a típus, de azért... Előbb-utóbb menni fog. Aha. Már egy jó hangszernek, tehát egy sípnak jó. Lehet választani. Akkor, tudtam. Nagyon jó. Kérem, álljon mellém. Jó. Én csak azért kell, hogy lássák, hogy nem csalok. Ugyanazt. Az ekkora bubik, az ugye egy ideig jó, de aztán unalmas. És ilyenek ezek a fránya kölykök. Na, ezt is jobban csinálja, tessék. Hogy mindig növelni kell az inger küszöböt. És a közönség az mindig ilyen sajnos. Tehát akár gyerek, hát nem sajnos, önök természetesen kivételek, és semmi bajom az attitűd, de bambusz szártag. Mukogy. Van másik is. Elfogyott a levegőn. Na, tessék. Van szellőztetés. Mit cseréljünk? Én igyekszem, de hát ez... Nem akarom odaadni, mert az már smárolás. Nem kell, köszönöm már. Ugye? Van még egy harmadik. Jó, direkt lefele raktam a nyilat, arra kell fújni. Még azt is beállítottam. De? Fújom. Nem tudom. Segítek. Hopp. Na most. Nem gyorsan. Lassabban. Ugye milyen nehéz ez a gyerek nevelés? Jó van! Köszönöm szépen! Ilyen megpróbáltatások után már rögtön odaadom az ajándékpólót, Szent Ágotai Szakkollégium. Jó. Lehet jönni hozzánk dolgozni, azt nyugodtan tegye le. És egy ennél hatalmasabb taps kíséretében kérem. Köszönöm szépen! Szóval még mindig bambusznál járunk. Leteszem a rózsaszínt. És ezzel kapcsolatban utolsó sztorim, karácsony. Egyébként ilyen normál család módjára ünnepeltük, tehát fa, meg zöld, meg színek vannak, színes díszek vannak rajta, meg ilyesmi. De ugye három kisgyerek, vége a karácsonynak, vízkereszt. Fát visszük ki. Gyerekek mit csinálnak? Lányok. Na mit csinálnak a lányok ilyenkor? Persze, hogy sírnak, igen. És ilyenkor mi csinál a kommunikációs szakember? Elkezd rettenetesen agyalni, hogy ebből hogy csináljunk valami pozitív élményt, ugye? Tehát bármi, amit csinálni kell, azt utálod. Ez ilyen egyszerű, úgyhogy sajnos a fél év végén már engem is rendesen utálni fognak, de hát így adatot. Azért próbálom élvezetessé tenni, de ez ilyen fura dolog a kötelességekkel. Na, mondom, jó van, akkor legyen belőle valami élmény. Úgyhogy... Maradunk a bambusznál. Mind a három gyerek kapott fáklyát. Ez nem borul el, ha lehet. Kaptak fáklyát. Bambuszból. Aztán... Hogy ez még mindig be van tolva? Na, három fáklyát, és akkor
Volt egy nyílvessző. Valahol volt egy nyílvessző, szintén bambuszból. És fogtam egy csillagszórót, amit rátettem a végére, mivel itt most nem csinálhatunk tüzet, prezentációs technikák, ugye oldjuk meg valahogy, hogy önök is minél jobban átéljék, a legidiótább promóciós ajándék, amit valaha láttam. Ez lesz a csillagszórónk. Fel is helyezem. A nyílvesszőre. És a karácsonyfát azt pedig kivittük a hátsó terbe, kapott egy kis gyorsítót, mármint benzint, hogy azért gyulladjon is meg. Nehogy nem vagyok egy Kassai, vagy Mónus József, tehát így nem tudok nyilazni, nem vagyok íjász, de azért persze csináltam íjat is. Az lesz a tűz. Roland pedig az önként jelentkező, kijelölt önként jelentkező, én megkérlek, hogy kapcsold is be. Ha bármi történne veled, azt szeretném elmondani, hogy jó tanítvány voltál. És hidd el, hogy ez nem személyes, csak üzlet. Jó, de valami ilyesmi történt. Na, azt mondja, várjunk, gyújtsuk meg a csillagszórót. Aha. Szia, Roland, jó volt veled? Aha. Na. Aha. És ami a látvány volt maga, az meg körülbelül így nézett ki. Amiről ez a kurzus szól, az az, hogy mint jövő oktatói, orvosai, vagy bárki, akik emberrel foglalkoznak, használjuk ezt, ami nem nagyon fog működni, vagy csak rövid ideig, vagy pedig kitanuljuk a bambusz művelésének egy egészen más, fáradtságosan roppant élvezetes módját. Melyiket választják?